Most már majd minden reggel friss záporok hullottak, s a záporok szüneteiben Kunta izgatottan rohant ki a pajtásaival. Az enyém, kiáltoztak a földig ívelő szép szivárványok láttán, amelyek mintha ott lettek volna a kezük ügyében. De a záporok szárnyas rovarok tömegét hozták, s mohó csípéseik elől a gyerek had csak hamar visszamenekült a kunyhók oltalmába. Egyszer aztán váratlanul, késő éjjel beköszöntött az igazi nagy eső. Az emberek hideg kunyhóikba szorulva hallgatták a szalmatetőt súlykoló víztömeg szakadatlan harsogását. Figyelték a felfellobbanó villámokat, s csitítgatták a gyerekeket, amikor a félelmetes mennydörgés át meg átrobajlott az éjszakán. A felhőszakadások szüneteiben fölhangzott a sakálok ugatása, a hiénák jajongása, a békák vartyogása. Másnap éjjel megint megjött az eső, és megjött harmad, negyed nap is, mindig éjszaka. Vízben állt már a folyómenti lapály, a megművelt földekből mocsár, a faluból sárfészek lett. A földművesek mégis minden reggel elcaplattak a mély sárban a falu kis mecsetjébe, hogy könyörögve kérjék Allahot, küldjön még több esőt, mert az életük függött attól, hogy sok-sok víz szivárogjon be mélyen a talajba. Hiszen ha beköszöntenek a forró, száraz napok, elpusztul a vetemény, amelynek gyökerei nem kapnak elegendő nedvességet. A nyirkos gyerekkonyhóban, amelyet csak alig fűtött be és világított meg az agyagpadló sekély gödrében égő száraz gajból és marhatrágya pogácsából rakott tűz, a vén Niobotó azokról a rémséges időkről mesélt Kuntának meg a többi kicsinek, amikor nem esett elegendő eső a nedves évszakban. Niobotó, lehetett akármilyen sanyarú helyzet, mindig emlékezett olyan időkre, amikor még szörnyűbb volt. Két napig zuhogott az eső, mesélte most is, aztán beköszöntött a száraz forróság. Hiába imádkoztak az emberek szakadatlanul Allahhoz, hiába járták az ősi esőtáncot, hiába öltek le minden nap két kecskét és egy tulkot, aszalódott, kisült, pusztult a növényzet. Kiszáradtak az erdei pocsolyák is, regélte Niobotó, így aztán először a vadmadarak, majd az erdei vadak is fölföltünedeztek a falu kútjánál. Fényes csillagok ezrei ragyogtak a kristálytiszta éjszakai égbolton. Hideg szél fújt minden éjjel, és egyre több ember betegedett meg. Tiszta sor, gonosz szellemek kerítették hatalmukba Jufurét. Rendületlenül imádkoztak és táncoltak, akik még bírták. Végül föláldozták az utolsó kecskét, az utolsó tulkot is. Hiába, úgy tetszett, Allah hátat fordított Jufure népének. Az öregek, a gyöngék, a betegek lassacskán pusztulni kezdtek. Többen odahagyták a falut, más falvak felé indultak, önként vállalva a rabszolgaságot, csak hogy ehessenek valamit. És akik otthon maradtak, azok sem reménykedtek már, csak hevertek naphosszat a kunyhójukban. És akkor történt, mesélte tovább Niobotó, hogy Allah az éhező Jufure felé vezette Kairaba Kuntakinte, az áldott marabut lépteit. A szent, látván az emberek gyötrelmét, letérdelt, és öt teljes napon át úgy szólván le sem hunyt a szemét. Csak felfrissítette magát egy-egy korty vízzel, könyörgött Allahhoz. És íme az ötödik nap estéjén hatalmas, árvíznek is beillő felhőszakadás zúdult Jufuréra, és a falu megmenekült. A többi gyerek újonnan támadt tisztelettel nézett Kuntára, aki ilyen kiváló nagyapa nevével büszkélkedhetett, mert tudták, hogy Jajsza nagyanyó férjéről szól a történet. Kunta már korábban is látta, milyen tisztelettel beszélnek a többi gyerek szülei Jajszával, s ebből megértette, fontos személyiség a nagyanyja, legalább olyan fontos, mint a vén Niobotó. Továbbra is ömlött az eső éjjelente. Kunta és pajtásai látták, hogy a felnőttek bokáig, majd térdig gázolnak a falu sarában, sőt, csónakon járnak egyik helyről a másikra. Kunta hallotta, amikor Binta elmondta Omorónak, hogy a rizsföldet teljesen elárasztotta a bolongból kilépő víz. Az apák, maguk is fázva, éhesen, majd minden nap drága kecskével, tulokkal áldoztak Allahnak. Foltozgatták a lyukas tetőket.
megtámogatták a rogyadozó kunyhókat. És imádkoztak, imádkoztak, hogy fogyóban levő rizses kuszkusz készletük kitartson az aratásig. De Kunta meg a többiek, aprócska gyerekek lévén nem sokat törődtek a gyomrukat mardosó éhséggel. Csak hemperegtek a sárban, birkóztak, mesztelen fenekükön csicsinkáztak. De már ők is nagyon vágyódtak egy kis napsütésre. Megfenyegették a palaszínű eget, s fölkiáltottak, ahogy szüleiktől hallották. Süss föl nap, ha fölsütsz, vágok neked kecskét. Az életadó eső jótékony hatására felüdült, buján kizöldült a növényzet. Zengett minden a madárdaltól. A fákon, cserjéken százával pattantak ki a jó illatú virágok. A vörös-barna tapadós agyagra minden reggel friss, tarka zöld szőnyeget terített az éjszakai esőtől felüdült virág és levéltömeg. De a természet hiába ülte pazar ünnepét. Jufure lakói közt egyre terjedt a betegség, mert a szépen növekvő termés még éretlen volt, ehetetlen. Felnőtt, gyerek, sóvár éhes szemmel bámulta a súlyos mangó és vadfüge teher alatt roskadozó fákat. Hiába, mert a zöld gyümölcs kőkemény volt és megbetegedett, okádott, aki mégis megkóstolta. Csont és bőr ez a szegény gyerek, szörnyűködött Jajsza nagyanyú, valahányszor meglátta Kuntát. De bizony kis híján ő is olyan sovány volt, mint az unokája, hisz ez időtájt Jufure raktárai már kongtak az ürességtől. Az a néhány marha, kecske, baromfi, amit nem ettek meg és nem áldoztak föl, nem pusztulhatott el, táplálni kellett, ha nem akartak lemondani a jövő évi gidáról, borjúról, csirkéről. Az emberek így ráfanyalodtak a rákcsálókra, gyökerekre, levelekre, amelyeket látástól vakulásig gyűjtögettek a faluban és a falu körül. Ha az emberek fölkerekedtek volna, hogy mint máskor elmenjenek vadászni az erdőbe, nem bírták volna hazahozni a zsákmányt, úgy legyöngültek. Majmot, páviánt, hiába volt mindenütt, a mandinkák nem ehettek, az tabu volt. Ugyanúgy a tyúktojás is. Meg a milliónyi hatalmas zöld varangy, amely a mandinkák szerint mérgező. És igaz muzulmánok lévén inkább meghaltak volna, hogy sem vaddisznót egyenek, amely sokszor kondaszán vonult át a falun, gyökerek után kutatva. A falu selyemgyapott fájának tetején daru családok fészkeltek emberemlékezet óta, és amikor a daru csibék kikeltek, szüleik naphosszat hordták nekik a bolong vizéből kifogott halat. A nagymamák és a gyerekek lesben álltak odafönt, és a kellő pillanatban nagy zenebonával a fa alá szaladtak, gallyakkal, kövekkel haigálták a fészkeket. A nagy zajban, fölfordulásban olykor megesett, hogy egy-egy darucsibe tátogó csőre elvétette a halat, a hal is a fészket, s vergődve zuhant le a nagy fa sűrű lombjai között. A gyerekek közelharcot vívtak a zsákmányért, s aznap egyik vagy másik család ünnepi ebédet evett. A fölhajított kő olykor-olykor eltalált egy ügyetlen, pejhes tollú darufit is. Az a hallal együtt kiszédült a fészekből, s lezuhanva kimúlt vagy megsérült. Ilyenkor egy-két család darulevest vacsorázott. De az ilyesmi nagy ritkaság volt. Késő estére összeverődtek a családtagok, s a kunyhóban kiki előadta, amit talált. Néha csak egy vakondot, vagy szerencsés esetben egy maroknyi kövér lárvát. S aznap azt került a vacsora levesbe, gazdagon megborsozva, megfűszerezve, hogy elviselhető íze legyen. De az ilyesmi csak töltötte az ember hasát, tápláló nem volt. És így történt, hogy Jufure népe pusztulni kezdett.